Mai adásunk tartalmából ötvös nap, labdarúgás, vaszari értékelés és kőkuti diák olimpia. Az 5-ös gimnázium sportcsarnokában Barsi Éva, az intézmény igazgatója köszöntötte a jubileumi sportfesztivál résztvevőit. Megnyitó után a sportágak képviselői, versenyzői elindulhattak választott sportágok helyszínei felé. Azt hiszem, ha az oktatásban nem csak 250 évet megyünk vissza, hanem még hosszabb időt, már az ókorban is a sportnak ugye nagy szerepe volt. Az agytorna mellett a fizikai mozgásnak is nagyon jelentős szerepe volt, és ez folyamatosan végigkísérte a diákság életét. Ugye most már harmadik éve a mindennapos testnevelés bevezetésével heti 5 testnevelés órán kell részt venni a diákoknak, de hát enélkül is itt az 5-ös gimnáziumban azért a sportnak mindig nagy szerepe volt. Köznevelési sportiskolaként is működünk 2008 óta, kiemelkedő eredményeket tudhatunk magunk mögött. Középiskolák rangsorába a diákolimpiai eredmények szerint voltunk már negyedik helyen is, tehát mindig fontos szerepe volt, és fontosnak tartjuk a testmozgást. Ennek keretében a 250. tanévünk kapcsán is szerettünk volna egy olyan sportrendezvénnyel is emlékezni a piaristák által megindított oktatás 250. tanévére, ami megmozgatja nem csak a mi diákjainkat, hanem a környező települések iskoláinak diákját, de meghívtuk a budapesti 5-ös gimnáziumot, és Szlovákiából is érkeztek. Tehát nagyon sok csapattal, 9 sportágban nemes küzdelemnek nézünk elébe, és hát bízunk természetesen az 5-ösösök sikerében. A sportcsarnokban rendezték meg a kézisek mérkőzését, ahol nemzetközivé avanzsált a torna. Az 5-ös spartakiádon a kézilabdát kell majd koordinálnom, egy nemzetközi középiskolás tornát és egy általános iskolás tehetségfelkaroló tornát vezényelek le. 4 csapatos a középiskolás és 3 csapatos az általános iskolás torna. Lányokkal dolgozom most. Kik jöttek el erre a tornára? Kik jelezték az indulásokat? A Tatabányai Árpád és TSC vegyes csapata, a Tatai TAC és 5-ös gimnázium csapata. A 5-ös gimnáziumnak van egy bónaptanárnő vezényletével, van egy amatőr kézilabda csapata, ügyes tehetséges lányokkal, ez a harmadik csapat, és a barátunk Szlovákiából, Naszvad jött el egy középiskolás csapattal. Múlt héten voltak kint a tataiak, tatabányaiakkal együtt Naszvadon egyeztetni a nyári programot, mert ott lenne egy összpontosítási torna, és akkor felmerült ez a lehetőség, hogy elmennénk ide erre a nagyszerű tornára, kicsikkel is, nagyokkal is, és hát mi természetesen örültünk neki. Egyrészt azért, mert azért ismerem a tatai sporthangulatot, másrészt a gyerekekre meg ez egy fantasztikus élmény, és nem kell suliba menni, ez a harmadik jó dolog. Hogyan álltok Naszadon a kézilabdában? Úgy tudom, hogy még magyar érdekeltségek is voltak a bajnokságukban régebben. Igen, nekünk nagyon jó kapcsolataink vannak a magyarországi klubokkal. Régebben itt is játszottunk rendes bajnokit, úgy nőkkel, mint serdülőkkel. Hát idén úgy van, hogy van 6 csapatunk, abból a nők az NB1-t megnyerték, az ifjúságiak 3.-4. helyen végeztek, és vannak a serdülők, apró picikék, azok is a élbolyba mennek. Most itt mennyi csapattal vesztek részt a mérkőzéseken? Most 2 csapattal vagyunk itt, egyik az ifjúsági, az azt jelenti, hogy a középiskolások, a másik még a kisebbek, ezek a 3.-4. osztályosok.
Az úgynevezett kis terem a röplabdázók és a kosarasok felség területe volt elsősorban. Végre ezt a napot is megkaphattuk, úgymond mindenkinek jó ez egy kicsit így pihenni egy meccsek után. Alakulnak ilyenkor ki barátságok, társiskolák gyerekei vagy esetleg külföldiek, mert vannak úgy tudom azok is. Igen, vannak más iskolákból is, de alapból így sportágokon belül is vannak ismertségek, úgyhogy ez így jó is, hogy össze tudunk gyűlni. Te melyik sportágat választottad a mai napra? Én kosárlabdázom. És nem akartál esetleg másba is belekóstolni? Nem, úgy gondolom, hogy amiben jó vagyok, azt csinálom. Nekem a röplabdát kellett szerveznem, és próbáltam azért ezt lehetőségek szerint a legjobban megoldani. Bár kicsit itt bizonytalanok vagyunk a csapatok létszámát tekintve, de remélem, hogy egy rövid időn belül azért letisztul a kép, és látjuk, hogy akkor valójában hány csapat jött most össze. Tavaly kezdtem el én ezzel egy kicsikét így mérehatóbban foglalkozni, és most összejött egy kis csapat, és talán a terveinkben még szerepelhet egy diákolimpián való részvétel is. Mit gondolsz, és mit látsz, mennyire érdekli a gyerekeket ez a gyönyörű, szép női sportág? Szeretik, érdekli is őket, vannak osztályok, ahol már próbálom tanítani legalább az alapérintéseket, de a játék azért az, hogy játszani tudjanak, azért az hosszadalmas, míg eljutunk odáig. Hál' Istennek azért általános iskolából van, aki hozott magával egy kis alapfelkészültséget, ővelük könnyebb, akiknek semmiféle előképzettsége nincs, ott kínlódunk azért még az alapérintések megtanulásával is. Sok feszültség után, sok stressz után egy kis szabad, laza mozgás feltétlenül kell a gyerekeknek, hogy ne történjék komolyabb probléma itt az év végén a bizonyítványok megkapásakor, hanem így laza lelkülettel kezdjük meg a nyári szünidőt majd a gyerekek. Hogyan tudják a gyerekek kezelni azt, hogy nem mindig ideális körülmények között tudnak sportolni? Azt kell figyelembe venni egyrészt valóban, hogy milyen körülmények között tudunk mi a sporttal foglalkozni, illetve a gyerekeknek az előképzettségét figyelembe vételével gyakorlatilag nagyon jó eredményt tudunk elérni, de ez nagyon-nagyon sok szorgalmas kis odafigyelés, nagy odafigyelés szükséges, hogy a gyerekeket rá tudjuk venni az aktív mozgásra, meg tudjuk tanítani nekik az alapokat, és merjék elvállalni azt, hogy más iskolával is megmérkőzzenek. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert ezeknek a gyerekeknek, akik különböző versenyeken, egyesületekben, iskolai versenyeken végig dolgozták az évetet, egy igazán jó lehetőség arra, hogy ilyen jó körülmények között egy igazi, tét nélküli, jókedvű spartakiádon egy utolsó sporttevékenységet folytassanak a tanévben. Ezeknek a gyerekeknek annyira szívügyük a sport, és annyira adják magukat minden ilyen rendezvényhez, hogy inkább a bőség zavara, ami gond, hogy 10 tanulót lehet nevezni, és jöttek volna többen. Tehát azt gondolom, hogy aki itt van, az maximálisan megérdemli ezt a tanévvégi jutalmat. A gimiseken kívül nem igen tudják, hogy az úgynevezett kőporos igencsak ideális helyszín a labdarúgó mérkőzések számára. Ezen a napon nekem a labdarúgás szervezése jutott feladatul, és ennek nagyon örültem, mert most ez elég közel áll a szívemhez a labdarúgás. Miért? Azért, mert idén mind a lány, mind a fiú csapattal bejutottunk az országosra, és nagyon szép eredményeket értünk el Vépen. A lányok 6. helyezést értek el, a fiúk pedig 7. helyezést, ami nagyon jó, mert eddig még az iskolában nem volt ilyen. Úgyhogy nagyon ügyesek voltak. A fiúk közül játszanak-e valamilyen csapatokba, és a lányok közül is játszanak-e valamilyen csapatokba, és valamilyen kívül a gyerekek? Igen, a fiúk közül mindenki játszik csapatokba, egyesületekben. A lányok közül 1-2 focisunk van, a többieket vagy itt neveltük ki, vagy pedig más sportágból hoztuk el. A lányok mennyire szeretnek focizni, mennyire alázatosok, mit tapasztalsz? A lányok nagyon szeretnek focizni, nagyon élvezik a focit, úgy veszem észre, és néha, most nem is néha, hanem most az országosan azt láttam, hogy küzdeni szinte még jobban tudnak, mint a fiúk. Míg a labdajátékok a gimnázium és közvetlen környezetében zajlottak, addig az edzőtáborban az atlétikai versenyszámúban jeleskedtek a diákok. Szeretünk sportolni, és hát azért mégis a súdi helyet kellett jönni. Milyen versenyszámúba indultak? Hát atlétikában, de legalábbis én atlétikában, de a többiek az összes többiben, gondolom. És itt futtok, majd dobtok, mindenben részt vesztek? Igen. Nálatok az iskolában mennyire kap létjogosultságot a testnevelés, mennyire az atlétika? Erről beszélj egy picit. Hát délutánonként van sok ilyen sport, például kosár vagy talajtorna. Milyennek tartod az ilyen rendezvényeket, hogy az év végén szükség van ezekre?
Hát nekem tetszik, és szerintem jó, hogy így év végén van, mert ilyenkor már mindenki szívesen jön meg ráér, és hát ez ilyen kis lazulás is. De az az igazság, hogy a mi kapcsolatunk már 2 évre visszamenőleg datálható, mivel a mi ötvös gimnáziumunk, mi a budapesti ötvös József gimnáziumból jöttünk. 2 évvel ezelőtt volt 150 éves, és az igazgatónk elevenítette fel, illetve gondolta, hogy ezt a kapcsolatot létre kéne hozni, és azóta vagyunk kapcsolatban egymással. Igyekeztünk mindenféle versenyszámban részt venni, amiről tudomásunk volt. Hoztunk úszókat, atlétákat, floorball csapatban szereplünk, lányfoci, fiú foci, fiú kézilabda, de hát hallottam, hogy ott nagyon kevés csapat van, röplabda és kosárlabda. Kovács András, a Tatai Ötvös Gimnázium testnevelője, a sportfesztivál ötletgazdája, hogy a délutáni órákban elégedetten szólt a rendezvényről. A tanév elején beszéltünk a tantestületben arról, hogy ez az ünnepélyes év, illetve 250. tanév, milyen programokat szervezünk, és mi testnevelők is vállaltunk egy nagy rendezvényt, ahol meg tudunk erről a szép kerek évfordulóról emlékezni. Mikor dőltek el a sportágak, mik lesznek? Hát menet közben gondolkodtunk, hogy mik a helyi adottságok. Edzőtáborral is egyeztettünk, hogy melyik pálya alkalmas arra, hogy versenyezzünk, és így született meg ez a 9 sportág. Az iskolákat mennyire vártátok, és milyen iskolákat vártatok? Hát alapvetően megyei iskolákat hívtuk, és vártuk, de például vannak kivételek, mert a budapesti ötvösre nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és minden évben szoktunk egymás sportnapjaira menni, tehát ők is jöttek, sőt, még nemzetközi versenynek is mondható ez, mert naszfadi kézilabda csapat is jött Felvidékre. Lesz-e folytatás? Meglátjuk, ez most egy pályázaton nyertünk erre támogatást, és ennek kapcsán tudjuk ezt a versenyt megrendezni. Reméljük, hogy lesz. Ahogy nézem, van rá igény, úgyhogy lehet, hogy folytatjuk. A megyei labdarúgóbajnokság első osztályában a TAC a Környe csapatát fogadta a hazai környezetben az edzőtábor pályáján. A Környe a tabella utolsó helyén áll, gyakorlatilag a papírforma hazai sikert ígért. Giric, Csordás, Csizmadia, Csordás, Kun, Kisék, Bujdosó, Tóth, Bognár, Purger, Minárcsik csapat kezdett. Fehérben játszottak a tataiak, a környeiek pedig sárga-kékben. Mérkőzés elején a TASZ lépett föl már támadólag, 2-3 helyzet után a 10. perc tájékán Bognár egyéni játék után szerzett gólt. Aztán Bognár szabadrugását Kun csúsztatta volna a kapuba, de le sem volt. Tóth Ádám cselezgetett a 16-oson belül beadását, aztán kirúgták. Az első vendéglövést simán hárította a TASZ kapusa. Aztán Minárcsik lövését védte a vendégkapus. Tóth Ádám volt a legaktívabb a csatára közül, a támadók közül. Sokszor választott jó megoldást, de a vége sajnos nem sikerült. Aztán Bognár szögletére Purger érkezett, és 2-0-ra vezetett a TAC. Ez volt a fieldi eredmény. Egy könnyű szabadrugást kipattant, de a tacosok, TAC védők aztán felszabadítottak. A Minácsik lövését tolta ki a környei kapus sokadik bavúrja után. Érdekességképpen azért elmondom, hogy a környei kapus egyébként mezőnyjátékos, mert Mészáros István a vendégek edzője, aki a csapatba be kellett, hogy szálljon, mert nem voltak ki, csak egy cserék volt. Elmondta a mérkőzés előtt, hogy hát nagyon-nagyon rossz körülmények között és rossz hangulatban készültek az utolsó bajnoki fordulóra. Ez csupán egy kis kiegészítésképpen. A Bognár Minácsik Csordás tanakodott a szabadrugás körül, hogy ki legyen a végrehajtó, aztán Csordás lőtt el a szabadrugás, de nem sikerült. Váratlan könnyei lövés Giric bravúrral ütött ki a léc alól. Könnyen működtek a könnyei védők, elveszítették a labdát, gól lett belőle, aztán még Purger szerzett gólt, Bújdosó szerzett gólt, és így aztán egy igen könnyed, laza utolsó fordulóbeli győzelemmel zártak a tataiak, 6-0 lett a vége. Közben kiderült, hogy a Sári Sáp kikapott a Kecskéttől, és így a tatosok nem az 5., hanem a 4. helyen végeztek, ami
igen szép eredménynek mondható, amikor még két évvel ezelőtt a megye háromban küzdöttek a fiúk. Fárasztó szezonon vagyunk túl. Megmondom őszintén, kicsit vártam is a végét, hogy rengeteg helyen játszok kispályán, ugye itt Tatán is edzés, öreg fiúkba játszok, Tatán is, úgyhogy 7-6 napot futbolzok, de jól esett ez az egész, jó volt. Mennyi energiával te lehet még össze tudtad tartani a csapatot, összerántani, rendet tartani benne a pályán? Megmondom őszintén, kellett egy fél év bőven, mert ugye a fiatalokat azért noszogatni kell, de itt egy nagyon jó gondolkodású, nagyon jó srácok vannak, úgyhogy szerintem nagyon jó gondolkodni. Ebben a szezonban ugye újoncként jöttetek, és ott vagytok főszinte a dobogó közelébe. Vártad azt az eredményt, vagy kicsit szerényebbre gondoltál? Hát én teljesen őszintén megmondom, hogy azért ennyire nem vártam olyan jó szezon, de bíztam azért a csapatba, ugye, mert több rutinos játékos van, azért játszottak már megye egyben, a magasabb osztályban is, úgyhogy bíztam a jó eredményből, de szerintem ez fantasztikus az év. Két bajnokságot ugrottatok, két osztályt két év alatt, most egy ilyen nagyon szép ötödik, de lehet, hogy a negyedik hely. Amikor áttetted a csapatot, mi volt a terved? Az első, amit megfordult a fejem, hogy mindenféleképpen az első ötbe szeretnék végezni a csapattal, ami sikerült is. Lehet, hogy egy kicsit fényesebb lesz a vége, az majd nem rajtunk múlik, ugye az a kecskédi csapat, illetve a Sári Sáp, hogy mit játszott. Nagyon örülök, mert elértük azt, amit szerettünk. Nagyon sokat dolgoztak a fiúk ezért az eredményért, hogy idáig jutottunk, és remélem jövőre ugyanezt legalább fogjuk tudni hozni, és kiszolgálni a közösség, lelkes közönségünket. Az előzőekben még a csapat aktív tagja voltál, amikor megkaptad a kinevezést, te emberileg mennyit változtál? Nagyon nehéz úgy hirtelen abba hagyni a játékos, és egyből csak kintről irányítani. Nem is mindig sikerült úgy az indulataimat úgy kordába tartani, de úgy érzem, a fiúk elfogadtak, és hát megpróbálom a legtöbbet adni, amit így tudok segíteni a csapatnak. Lehet, hogy az is belejátszott az elfogadásodba, hogy jó időben, jókor, jó helyeken cseréltél, mert úgy tűnt a csapatok mérkőzéséből. Így utólag nézve, igen, sokszor jól nyúltam bele a mérkőzésbe, ami valószínűleg egy kicsit a szerencse is, meg remélem, hogy azért volt mögötte más is. Remélem, hogy ez a csapat úgy kerek, ahogy van. És hát sokat segített tényleg, hogy mindenki úgy dolgozott egész héten folyamatosan, hogy bárkit bármikor szinte be tudtam cserélni. Mennyi tapasztalatot adott, mennyit szereztél ebbe a szezonban a következő évekre? Hát szerintem még nagyon sokat kell gyűjtögetnem. Adásunk további részében a Vaszari Általános Iskola testnevelői értékelik az évet, Kőkutisok pedig egy diák olimpiai arannyal gazdagodtak. Az általános iskolákban a tanév utolsó napjait töltik tanárok, diákok együtt. Ezekben az órákban tulajdonképpen már a levezetés, a nyári pihenésre való hangolódás zajlik. A Vaszari János Általános Iskolában az előző évi sport teljesítményekkel magasra tették maguknak a lécet a tanárok, diákok egyaránt, de úgy tűnik, az idén sikerült ezt is túlszárnyalni. A testnevelők közül mindannyian külön-külön szakágaknak a vezetői, mindenkivel értékeltettük a gyerekek és az általa végzett munkát, és kiderült, hogy valóban nagyon szép sikerek vannak, sokrétűek ezek a szertágazók, a sportágok, és mindenütt a diák olimpiai versenyek során a megyei bajnokságokon túl is még szépen teljesítettek. Minden esetre úgy zárták az évet, mindenki büszke lett arra, amit 2014-2015-ben nyújtott eddig. Hála Istennek, idén sem maradtunk eredmények nélkül, tavalyi évben nagyon szép eredményeket értünk el, atlétikából országos első helyezést és másodikat, és idén sem szakadt meg ez a folyamat. Mondhatom, hogy így, hogy nem sportiskola vagyunk, és nem testnevelés tagozatos iskola, innen is nagyon-nagyon szép eredményeket hoztak a gyerekeink, mint a labdajátékokban, mint pedig atlétikában egyaránt. Sőt, mondhatom még más diákolimpiát, ami esetleg egyesületi színekben versenyeztek a gyerekek. Mennyi gyerek van, aki az egyesületekben versenyezik a diák, tehát az iskolán kívül? Hát érdekes, ugye 750-en járnak az iskolába, szerintem egy 300 gyerek biztos, hogy versenyzik más egyesületekben is. Milyen más rendezvények voltak a gyerekek részére, az iskolai rendezvényeken kívül hova jutottatok el, merre jártatok velük?
Hát idén igazából a sulin kívül a diákolimpiai versenyek voltak, de nagyon sok rendezvényünk volt iskolánk 110 éves évfordulója alkalmából, meg hagyományos versenyeinket, teremathlétika verseny, tehát kapus családi napunkat, vaszari csekeváltót és egyéb rendezvényeket szintén megrendeztünk, játékos sportversenyt szintén mi rendeztük, azon is részt vettünk. Profil ugye a kézilabda, három kézilabda csapaton van, 8 évesek, 9 évesek és 12-13 éves lányok, akikkel heti rendszerességgel foglalkozom, és őket a TAC keretein belül versenyeztetjük is, úgyhogy majdnem minden hétvégén vannak versenyeink, de ezen kívül természetesen az atlétika Vaszariba fő profil, és itt is tevékenykedem. Én alsósokkal foglalkozom, és a kézilabda kereteiben szivacs kézilabdával lányokkal, illetve fiúkkal, lányokkal a második, harmadik évfolyamon, fiúkkal a negyedik évfolyamon. Mekkora felelősség ez a picikkel való foglalkozás? Hát elsősorban számukra az a cél számunkra, hogy megszerettessük velük ezt a sportágat, megismerjék az alap technikai, taktikai elemeket, és hogy szívesen jöjjenek edzésre, hogy ott is maradjanak, hogy a sokból azért sokan még maradjanak is későbbi korosztályokban is. Ezek a játékok, amiket ők játszanak, mennyire éles kézilabdát játszanak ezek a gyerekek, milyenek a pályaméretek, milyen létszámmal játszanak, és mennyien vannak? Ugye, mint említettem, a szivacs kézilabda szabályai, tehát szivacs kézilabdával foglalkozom, a szivacs kézilabda szabályai másak egy kicsit méretben, kapuméret és a pályamérete kisebb, akár a másodikosoknál, akár a harmadikosoknál is, ugye ez előkészíti a bőrlabdával történő játékot. Érdekes, mert ezek a gyerekek ugyanolyan vehemensen, ugyanolyan győzni akarással tudnak játszani, mint a nagyok, úgyhogy ha eljutunk addig, hogy tudjunk játszani, mert a játékszabályok egy részét már elsajátították, akkor kifejezetten élvezhető mérkőzéseket lehet látni. Van-e versenyhelyzet? Igen. Itt ki kell emelnem azt, hogy iskolánk a TAC-szal egy együttműködési szerződést kötött, és ennek keretében a TAC kínálja versenyzési lehetőséget. A Magyar Kézilabda Szövetség kisiskolás bajnokságában veszünk részt. Különböző korosztályokban U8, U9 és az U10-ben is, ott már ugyan bőrlabdával játszanak, és ezek a mérkőzések már komoly versenyhelyzetet adnak, és nagyon sok mindent el tudnak sajátítani ezeken az alkalmakon. A TAC lehetőséget ad arra is, hogy a városi utánpótlásbajnokságban is szerepelhessünk, itt elsősorban a legkisebbekkel tesszük ezt. Tulajdonképpen a kézilabda későbbi részét jelen pillanatban úgy építettük fel, hogy Fónyad Levente kollégám foglalkozik a felsős lányokkal. Ő ugyanabban a Kézilabda Szövetség által rendezett versenyekben, amit már gyermekbajnokságnak hívunk, versenyzett, és Maráz Laci bácsi az, aki a vaszaris gyerekeket, azt a pár kis diákot felölelte, és a TAC kereteiben szintén versenyzett, és képviselte részben az iskolánkat is. Meddig jutottatok el? Hát ugye itt is úgy van, mint a nagyoknál, hogy a bajnokság havi egy alkalommal történik mérkőzés kereteiben, de az egy hétvégi alkalommal több meccset is játszanak a gyerekek, és majd a tavaszi fordulókra alsó és felsőházat építettek ki, vagy hát alakult ki a sorrend alapján. Alsóházban szerepeltünk, én azt gondolom, hogy ez is egy tisztes helytállást jelent. A részemről, ami nekem itt feladatom, az a második korcsoportos és a harmadik korcsoportos labdarúgás. A második korcsoportos labdarúgásban sikeresen részt vettünk ott, ahol a tömegesítésről van szó, a Bozsik intézményi programban. Szerepel az iskola, és elég nagy taglétszámmal veszünk részt az MLS-nek ezen a rendezvényen. Azt tudni kell, hogy itt eredményről nem beszélünk, mert ilyen köredzés formájában, grassroots rendszerben folyik a torna, a labdarúgó torna. Ami öröm, hogy nagyon sok gyerek vesz részt ebbe, több mint 20 gyerekünk van nevezve csak a második korosztályba. A harmadik korcsoportban viszont már részt veszünk nem csak a Bozsik tornákon, hanem a diákolimpiai versenyrendszerben is.
és nagy siker, hogy a megyei döntőbe jutott a harmadik korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk, és ott a bronzérmet szereztük meg, a harmadik helyet. Három labdajáték az én feladatom, a röplabda, a kosárlabda és a labdarúgás. Röplabdában idén kezdődött el szeptembertől a Tatai Atlétikai Klubban való együttműködés keretében a röplabda oktatás. Az én segítségemmel ezen az eredmények közül a legjobb a megyei harmadik helyezésünk, melyet itt rendeztünk meg az iskola tornatermében. Kosárlabdában több éve van a Tatai Sport Egyesület kosárlabda szakosztályával együttműködési megállapodásunk. Az ő segítségükkel és az itteni kosárlabda mérkőzések, illetve edzések keretei között meg tudtuk rendezni a megyei döntőt, ahol második helyezést értünk le. Ezzel selejtezőt rejutottunk az országos elődöntőbe, ahol egy másik megye második helyezettjével mértük összetudásunkat. Sajnos vereséget szenvedtünk, így sajnos nem jutottunk be az országos döntőbe, de nem sokan volt. A harmadikról még nem beszéltél? Van a labdarúgásról lenne szó. Az első korcsoport és a negyedik korcsoport tartozik hozzám. Az első korcsoport az első másodikosokat jelenti, akikkel a városi bajnokságban a Kőkút mögött második helyezést értünk el, egy hajszállal lemaradva, és a legnagyobb sikert a végére hagytam a negyedik korcsoportos fiúkkal, akik a hetedik, nyolcadikos fiúkat jelentik. Megnyertük a körzetet, megnyertük a megyét, ezzel országos döntőbe jutottunk, és épp tegnap érkeztünk haza az országos döntőből, ahol az ország negyedik legjobb csapatának sikerült a helyezését elkapni. Én az atlétika edzéseket tartom itt az iskolában, de ezen kívül nyilván sok diákunk különböző egyesületekben sportol, és ezáltal is nagyon sok szép eredményt ér el. Atlétikában idén is nagyon szépen szerepeltünk, tavaly diákolimpiai bajnokok lettünk, idén ugyanebben a versenyszámban 5. helyezést értünk el az országban, de 3 váltott csapatunk is, illetve 4 bejutott az országos döntőbe idén, a 4x1000 méteren kívül a 4x100 méteres fiú váltott csapatunk 4. korcsoportban, valamint 4x600 méteres váltott csapatunk lányok, ők 6. helyezést értek el az országban, ez a lányoktól tényleg nagyon szép eredmény volt, és a 10x200-as váltónk ősszel szintén az első 10-ben benne volt, 7. helyezést értünk el. Dobószámokban hogy áll a suli? Hát dobószámokban most idén nem jutottunk benne, tavaly kislabdahajításban ott voltunk, idén még 100 méteren, 600 méteren és távolugrásban szerepeltünk az országos versenyen. Vannak olyan diákok, akik több sportágban is jeleskedtek, melyek ezek a sportágok még az atlétikán kívül? Volt 3 diákunk, 2 tusában jutott el Kecskemétre a diákolimpia országos döntőjébe, és nagyon szépen az első 10-20 között voltak. Valamint volt vívásban, párbajtőrben lett egy 3., egy 8. helyezettünk, ugrókötélben is nagyon szép eredményeket értek el, és az egyik legkimagaslóbb tekében Solt és Zsófia diákolimpiai bajnok lett idén is, mindemellett válogatott, és a világkupára is Stuttgartba kijutott, ahol egyéni összetetben 2. helyezést ért el. Minek köszönhetők ezek a szerteágazó remek eredmények? Hát sokoldalúak a diákok, kipróbálnak sportok, és mindenki a saját magának megfelelő sportot választja, és ezt nagyon komoly elszántsággal végzi, edzésekre nagyon szigorúan járnak, és mindemellett az iskolai diákolimpián is nagyon szépen szerepelnek. Ha összehasonlítjuk az utóbbi pár évet, hova tehető az idei? Én úgy gondolom, hogy a tavalyi és az idei év az volt a csúcs az elmúlt időszakban, mivel idén ugye a labdarúgóink is bejutottak a diákolimpia első 4-be, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tavalyi és az idei év az a mindkettő, mindegyik más sportágban, de a legjobb 2 évünk a tavalyi és az idei év volt. A Kőkuti Általános Iskola tanulói közül az atléták a Székesfehérváron megrendezett országos diákolimpián szerzett eredményei váltották ki a visszhangot általános iskolai körökben. A korosztályos versenyek során diákolimpiai bajnoki címet szereztek sok más jó eredmény mellett. A legutóbbi diákolimpiai versenyünk az atlétikai diákolimpiai országos döntő volt. Ez az atlétikai országos döntő, ez egy versenysorozatként képzelendő el. Első alkalommal rendezték Székesfehérváron, egy gyönyörű új atlétikai stadionban.
Nagy örömünkre öt csapattal vehettünk részt ezen az országos döntőn, és több egyéni versenyzővel. Hat csapat lett volna a maximális résztvevő lehetőségünk, úgyhogy az ötnek borzasztóan örülünk, hogy öten tudtunk ott lenni. Május végén, június elején rendezték ezt a versenyt. Először a harmadik, negyedikes gyerekeink versenyeztek, fiúk is és lányok is, külön-külön csapatban. Nagyon komoly, nagyon jó versenyt vívtak, és azt kell elmondani ezekről a csapatainkról, hogy tavaly a lányaink ebben a korcsoportban megnyerték az országos döntőt. Ők vihették most a zászlót az első napon az ünnepélyes megnyitón, ami már egy kicsit megdobogtatta a szívünket, és utána következett a verseny. A versenyünkön úgy a fiúk, mind a lányok megjavították a csapatpontszámukat, amiket a megyei versenyen értek el. 6. és 9. helyen jöttünk haza. Második versenynap a harmadik korcsoportról szólt, ez az 5. és a 6. osztályos fiaink és a lányaink versenye volt. Mind a két csapatunk nagyon jól felkészült. A lányok versenyében történt egy kis, hogy úgy mondjam, szerencsétlenségünk. A megyei verseny első helyezett lányunk sajnos háromszor belépett a távolugrásban. Ez azt jelentette, hogy az ő pontszáma biztos, hogy nem járul hozzá a csapatpontokhoz. Ezután az volt a reményünk, hogy nagyon tisztes versenyzéssel próbáljunk meg a lehető legjobb helyen végezni, de egy országos szintű verseny ez már nem volt könnyű. Az, hogy így a lányaink a 7. helyen tudtak végezni, ez nagyon nagy lélek jelenlétre vall a többi versenyzőt tekintve. A fiainkról annyit, hogy kiválóan versenyeztek, nagyon összeszedetten dolgoztak végig, és nagy örömünkre 3. helyen végzett a csapat, borzasztó jó eredmény, nagyon örülünk neki. 4. korcsoport országos döntője, ez egy nagyon komoly megmérettetés a 7.-8. számára. Csapatversenyben tulajdonképpen egy 8 éves munkát teltünk itt a sportiskolánkon mérlegre. Úgy indultunk oda a megyei verseny után, hogy tudtuk, a csapatunk jól szerepel, tudtuk, hogy a megyei eredmények alapján a 3. legjobb pontszámot vittük az országos döntőre. Azt reméltük, hogyha egy megyeihez hasonló teljesítményt tudnak a gyerekeink, akkor talán érmet nyerhetünk. A verseny előtti napon sajnos megsérült az egyik versenyzőnk. Márkus Matyi a 3. helyen volt körülbelül a 6 fős csapatból az egyéni teljesítményeket mérlegelve. Hát nem voltak jók az előjeleink. Nagyon sok egyéni eredményüket meg tudták javítani. Nagyon kíváncsian vártuk a végeredményt. Bán István kollégámmal kísértük ezt a csapatot, és úgy értékeltük, hogy ha az első 6-ba benn leszünk úgy, hogy itt sérüléssel Gottwald Bálint diákunk beugrásával szerepelve az országos döntőn végzünk, akkor nekünk ez már egy tisztes helytállás lenne. Tudni kell, hogy az országos döntőn úgy hirdetnek eredményt, hogy az utolsótól haladnak az első felé. Úgyhogy volt mit izgulnunk, 10-en belül voltunk, az már egy kis megnyugvást jelentett számunkra. Elértük a 6-ot, ez már egy pontszerző, olimpiai pontszerzőhely, faragtuk lefelé az eredményeket, és odaérkeztünk, hogy 4. hely. 4. helyen a tatabányai Váci iskolát mondták, akik minket megelőztek a megyein. Hát innentől kezdve ugye 3.-nál rosszabbak már nem lehettünk, és akkor mondták a 3. helyezettet is, 2. helyezettet is, és akkor örömmel néztek össze a gyerekeink velünk együtt, hogy hát itt első hely lett ebből a versenyből, nagy örömünkre, úgyhogy a fiaink büszkén léptek fel a dobogóra, melléjük büszkén a kísérő, felkészítő tanárok, és utána egy hosszú megérdemelt ünneplés következett. Ehhez a versenyhez szeretném megemlíteni azt is, hogy Stecina Milán tanulónk egy országos döntőn, ebben az összetett csapatverseny döntőjében, ahol egyéni eredményeket is hirdetnek, 5. helyen végzett, tehát 5. legjobbnak bizonyult ebben az országban, egy
ilyen kiegyensúlyozott, magas színvonalú versenyen ez egy fantasztikus teljesítmény volt. Csak gratulálni tudunk az összes atlétánknak és egyéni versenyzőnknek ezért a magas színvonalú helytállásért. A csapatunk úgy indult neki innen a Kőkuti iskolából, pozitívan álltunk hozzá a versenyhez mindenféleképpen. Mindenki oda tette a maximumot, amit tudott. Úgy gondolom, hogy súlylökésben teljesítettem nagyon jól, kislabdában és távolugrásban, de ez a csapat részére is ráment. Ők is nagyon jól teljesítettek minden versenyszámban. Hát egyéniben az ötödik legjobb helyen végezte az országba, vártad ezt egyébként az előzetesek alapján? Hát nem vártam, mivel nem is igazából az atlétikás sportom, kézilabdázom, úgyhogy egyáltalán nem vártam ezt a jó eredményt. Amikor így jöttek a versenyszámok egymás után, láttad, hogy mekkorát ugrasz, milyen messzire dobsz, nem nézted a többieket, hogy hol tartanak? Hát igazából magamra koncentráltam, próbáltam összeszedett lenni és oda figyelni a versenyre. Melyik versenyszám volt az, ahol a legtöbbet javítottál? Súlylökésben javítottam a legtöbbet, több mint egy métert. A többiek mind az eddigiek alatt voltak, vagy azokban is egy kicsit azért javultál? Hát van, amiben a többiek is javítottak, viszont van, amiben mindenki rontott a csapatban. Ha így az évet veszed összesen, mennyire vagy elégedett akár a csapatnak, akár az egyéni teljesítményedben? Az egyéni teljesítményemmel mindenféleképpen nagyon elégedett vagyok, és a csapatéval is minden sportágban. Úgy vélem, hogy jól teljesítettem az országos döntőben. Több mint három sportágban javítottam az eredményemet. Melyik volt az a három sportág? A távolugrás, a kislabdahajítás és a súlylökés. Mennyit javítottál mindegyiken, visszaemlékszel rá, centivel? A súlylökésen 1,5 métert, a kislabdán 1 métert, és a távolugráson 12 centimétert. Tetemes, hogy 1 métert javítani egyik versenyről a másikra, itt hogyan jött ez össze? Hát, nem tudom. Mennyire koncentrálsz ilyenkor a versenyszámok előtt, mennyit melegítesz, hogy mi jár az eszed? Hát, oda koncentrálok nagyon, és minél jobban bemelegítek, hogy jól sikerüljön a verseny. Mit gondolsz, hogy melyik versenyszám lett volna az, ahol még előrébb juthattál volna, akár az egyéniben is? Hát szerintem a 800 méter, mert abban vagyok a leggyengébb. És ott hogy ment? Hát az előzőhez képest körülbelül 2 másodperccel rosszabbat futottam. Távolugrásban, vagyis 3 számban javítottam a megyeihez képest. Távolugrásban javítottam, kislabdában és 800 méteren. Távolugrásban 5,5 méter 31 centit ugrottam. 800 méteren 1 perc 28-at futottam, és kislabdában pedig 61 métert dobtam. Az edzéseken és a diák sportkéri foglalkozásokon kivel gyakoroltatok a legtöbbet? Szina László tanárúrral és Sebestyén Balázsral. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, mindenki kitett magáért és hozta a formáját, és magammal is elégedett vagyok. Ugye javítottam 3 számban, és kihoztuk magunkból a maximumot. Előzetes jövő heti adásunkból foci értékelés, kosárlabda értékelés, és kapusiskola.